Szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon. Hogy látjátok, itt ülök az autóba, nem is másban, mint az újba. Itt vagyok, látod, a szüleimnél, ott laknak a szüleim a valamelyik emeleten, és megyek hazafelé, ugyanis nem más csináltunk, mint filmeztünk, amit ti most már vonszóira láttatok el. Lefilmeztem az autót kívülről, amit megosztottam veletek, lefilmeztem a reakciót, amit nem tudom, hogy megosztottam, vagy nem. Ugye ezt a reakciós videót, mikor vittem anyukámat, vonszói most már megosztottam. Amúgy rettentő meleg van, jelenleg megyek hazafelé. 38 fok volt korábban, amikor filmeztünk. Jelenleg mennyi van? 11 óra 21 perc van, 37 fok van. Rettentően izzadós idő van, na várjál! Kitolhatunk innét, elmegyek hazafelé, a feleségem most mondta, hogy a Davis elaludt, képzeld el. És egy kérdésre szeretnék válaszolni, ugyanis ezt múltkor elfelejtettem mondani, bár biztos nagyon sokan kíváncsiak vagytok rá, hogy mennyibe került az új autónk. Ugye ilyen autó nincsen nálatok, ahogy mondtam, na várjál, közben elindulunk. Ezt az autót így gyártották mi nálunk Ausztráliában, és erre a kérdésre fogok válaszolni, amit hazaérünk. Most nem tudok, ugyanis nincs lesötétítve az ablak, tehát ha jön a rendőr mellettem, belát, látod? És hát ha megbüntet, nem hiszem, hogy lehet vezetni, megkamerázni, már ki tudja. Mindjárt hazaérek, látod, itt vagyok, egy felhő nincs az égen, rettentő jó idő van, ahogy mondtam, már kérjük ezt az autót, és megvan itt a piros lámpánál. Hazaérkeztünk közben, mutatom, látod? Még mindig itt építkeznek, hogy ott a túloldalt, itt a bejáratunk. Nem sokáig, még körülbelül egy-két hónapig, ugye költözünk nem sokára. Ami rettentő furcsa ebbe az autóval, ugye a vezetés mondtam, hogy furcsa, most már ugye kezdek hozzászokni. A parkolás, ugye nagyon nagy ez az autó, és beállni, főleg ott lent, ahol a mi helyünkre ugye lenne a ház alatt, beállni ezzel az autóval kettő autó közé rettentő nehéz. Remélem, hogy hozzá fogok szokni, ugye most már az ehhez is kezdek hozzászokni, de az első egy-két alkalommal rettentő nehéz volt. Az a szerencsé, hogy nem sokáig leszünk ugye itt, mert el fogunk költözni egy-két hónap, de kiszállni az autóból, beülni, ugye az ajtót kinyitani, mikor állnak melletted, nagyon nehéz. Tudtam, hogy nagy lesz ez az autó, de nem gondoltam volna, hogy ekkora-ekkora nagy. De közben megérkeztünk, annyira megmutatom neked, itt lemegyünk a garázsba, hogyha leférünk. Látod? Várjál, próbálok vezetni, meg mutatni nektek. Ez itt a mi helyünk, itt. Az a szerencsé, hogy a másik autó most nincs itt. Látod? Hogyha itt van az az autó, rettentő nehéz beállni. Mi van hozzá kamera, csak a kamerában nagyon nem akarok megbízni. Már biztos, hogy nem hazudik, látod? Tolatunk, még egy picit. Az mutatja, látod, hogy meddig mehetünk. Még egy picit, és jó. Úgyhogy, segítsük az autót, itt csipok, hogy valaminek majdnem neki mentünk, de nem mentünk neki semminek, mert kilóg az elején nagyon picit kérdőről az autónak. Na várjál, most kipréseljük magunkat. Azt mondja, hogy megvan, minden GoPro-t ki kell venni. Látod, hogy belefér legalább a kamera, meg minden, akkor ott bent a hely, hogy kettő kamera simán belefér, aminek rettentően örülök, ugyanis kiállva ugye mindig bajban voltam, hogy rúgjam a kameráimat, mikor kiszállok az autóba és nem akarom magammal vinni. Megmostam az autót, hogy kell a rongy is, várja. Na, próbálok kiszállni. Látod, ekkora a hely, épp hogy csak ki tudok belőle menni. Elől meg majdnem még, hogy kilóg az autó. Na, most majd egy kicsit sikerült hátrább állnom, de itt a túloldalt. Ahogy még mindig látod, ez a szép fordos felsőm van rajta. Pont megy az autóhoz, a kék színe, a fekete. Felérkeztem el, lezuhanyoztam, képzeld el, meg is borotválkoztam, hogy látjátok, a Davis nem elég ébredt fel. 5-10 perc ezelőtt most játszik a játékával, várunk nem másra, mint az ebédre, addig nézünk tévét. Még lezvonyoztam, megnézegettem a fényképeket, úgyis készítettem egy pár fényképet ma délelőtt, még ugye filmeztünk. Mutatom neked. Látod? Itt van az autó. Még az ablak ugye nincs lesötétítve, de gondoltam, hogy berakom a ide a háttérnek, ide a számítógépre. Ráértem, hogy Ford Falcon XR6 Turbo. És ahogy mondtam, hogy az autóval szeretnék majd csinálni egy pár dolgot. A legelső dolog az nem más lesz, mint a sötétítés. Hogy mikor, azt nem tudom, valószínűleg holnap, vagy valamelyik nap elmegyek. Bejelentem, és meg tudják mondani, hogy mikor tudom majd elvinni az autót. Aztán szeretnék válaszolni, hogy mennyi volt az autó végül is, hogyan fizetem, miért vettünk ilyen autót, ugye miért ezt választottam. Rettentő sokat, hogy sok autót ugye megnéztünk az elmúlt egy pár hónapban, hat hónapban, komolyan mondom. Mennyibe került az autó? Kezdjük ott.
Ez egy ausztrál maszokának hívják, ugye ilyen izmos autónak, ami azt jelenti, hogy családias és rettentően megy, ugye, hogyha odalépsz neki. Ennek a gyártását befejezték tavaly évben 2016-ban, ugye októberben, ugyanis nem vették az emberek ezt az autót. Itt is ugye úgy, mint mindenki, gondolom, úgy, mint Magyarországon is áttért a kisebb autókra, ami kevesebbet fogyaszt. Ez az autó ugye sokat fogyaszt. Nagyon nagy motor van benne, egy V6-os motor van benne, 4000 köbcent is ugye 4 literes, és eszik, tehát jóval többet eszik, több benzint eszik, iszik, mint a Kia, vagy mint egy kisebb autó. És ahogy a múltkor mondtam, 2016-ban 4500 ilyen autót adtak csak el itt Ausztráliában. Ezt az autót nem exportálták Európába, kivéve Új-Zélandra, ugye, ami itt van tőlünk nem olyan túl messze, és ha jól emlékszem, Japánban 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt 1-2-t, ugye nem ezt a szériát, ezt a modellt, de nem ezt, ezen kívül sehova nem vitték, tehát nem vitték Amerikába se, sehova se, és ez miatt ugye, mert az emberek nem nagyon vették, befejezték ennek a gyártását. Ezt az autót én azért vettem meg, mert szerettem volna egy családi autót, ami nagy, ez rettentő nagy. Szerettem volna egy olyan autót, ami ugye sportos is, rettentően megy, mikor odalépsz neki, ez olyan autó. Nem azért, mert száguldozok, tehát nem azért, de szeretem, ugye szeretem az autókat, és hogyha odalépek neki, én szeretem, mikor megindul az autó. Azért választottam ezt. Ez manuális váltós, ilyet kerestem. Rettentő nehéz volt találni, ugyanis mikor megvásároltam ezt az autót, ugye korábban mutattam nektek 2 vagy 3 héttel ezelőtt, hogy elmentünk megnézni nem ezt az autót, ilyen autót, tehát ugyanez volt a színe is, de azt nem vásároltuk meg, ugyanis nem tudtunk megegyezni velük, ugye, hogy az árba meg semmibe se, ezért ez egy másik autó. Jelenleg 3 autó van itt mi nálunk Finnlandben, ilyen. Van egy ugyanilyen színű, meg van egy fehér, és ha jól emlékszek, egy kék, egy másfajta kék, és ennyi. Tehát az összeset eladták, mire nem is gyártottak, ennyi. Nincsen több. Az ára ennek az autónak, a turbó változatnak, ugye, amit mi vettünk, 52 000 dollár. Ezt én nem ennyire vettem, én nekem ezt sikerült lealkudnom. Képzeld el, 52-ről 42 000 dollárra. 41 900 dollár. Tehát 42 000 dollárért sikerült megvennünk. Ami szerintem ugye elég jó, nem készpénzzel vettük meg, tehát nem úgy volt, hogy besétáltunk, odaadtuk a rettentő sok pénzt, és elhoztuk ezt az autót. Ezt az autót kölcsönre vásároltam, a Kiát ugye becserélték, és úgy vettem meg ezt az autót, ugye mondtam nektek múltkor, hogy kerestem kölcsönt. Olyan kölcsönt kerestem, hogy ne legyen rá sok a kamat. Ennek a kölcsönnek a kamatja 5,9%. Aztán, ez egy újfajta kölcsön. Ez egy olyan kölcsön, végül is kevesebbet fizetek erre az autóra hetente, mint a Kiára. Ugye az a Kia az egy kisebb autó volt, jóval olcsóba került, ez egy nagyobb autó, jóval drágább, és kevesebbet fizetek erre az autóra. Mondom is, hogy miért. Azért fizetek rá kevesebbet, mert a Kiának a kamatja az nagyobb volt, ugye ez 5,9%-os kamat, és azért ugye kevesebbet kell visszafizetnem. A másik meg azért, mert 7 évem van arra, hogy visszafizessem. Nem 7 évre, tehát 7 évre vettem, annyi időm van, tehát meg van határozva, hogy minden 2 hetente, mert 2 hetente kell fizetnem az autót, hogy mennyi a minimum, amit be kell fizetnem, és hogyha azt a minimumot befizetem, 7 év múlva lesz az enyém. Persze erre addigra ugye persze rámegy a kamat, de ezt az autót nem 7 évig szeretném ugye fizetni, mert 7 év az rettető hosszú. 7 év múlva már majdnem, nem majdnem, több mint 40 éves leszek, komolyan mondom, több mint 40 éves leszek, addig nem szeretném fizetni, tehát minél előbb vissza szeretném fizetni. Van ez az alap, amit ugye 2 hetente kell fizetnem, és hogyha gondolom, akkor hozzáteszem éppen amit tudok. Tehát, hogyha lehetséges, egy olyan 4-5 éven belül ki szeretném fizetni ezt az autót. Ugye nagyon sok autót megnéztünk az elmúlt egy pár hónapban, és azokban az autókban lehet, hogy több minden van már, mint felszereltségben, és kérdezhetnétek, hogy miért nem azt választottuk. Én azért választottam ezt, mert hogy kimész az utcára, nem sok ilyen autót látsz. Tehát, hogy kimész, Mazda 6-osból, 3-asból rettentő sok van, ugyanúgy, mint Subaru-ból és Volkswagen-ból, ugye minden automárkából, és mivel ebből a modellből nem sokat adtak el, mert az emberek nem nagyon akarnak ilyet venni, én szeretem az olyan autókat, mikor kimész, és nem mindenhol azt látni. Ez volt az egyik oka, hogy ezt választottuk, a másik pedig ugye azért, mert ilyen erős autót szerettem volna, amit már mondtam többször is, és jelenleg én meg vagyok vele elégedve. A vezetés, ahogy mondtam, egy kicsikét furcsa, az első egy nap, két nap az autó az így ugrált össze-vissza, rettentően nehéz volt vezetni ugye az erő miatt. Hogy tudnám nektek jobban elmagyarázni az autónak az erejét, hogy milyen erő van benne? Van egy
Ferrari, egy kis autó Ferrari-nk, ugye ezt mutattam nektek már korábban, ez a Modena. Várjál, megmutatom neked még egyszer. Ez a Ferrari, látod? 360-es ez a Modena, és ez az autó 2000 kiadású, 2000-ben adták ki. Ez az autó, ez a Ferrari, amit akartam mondani, ez a Ferrari 0-ról 100-ra pontosan ugyanúgy gyorsul, mint ez a Ford Falcon, amit vásároltunk. Tehát el tudjátok nagyjából képzelni, hogy egy Ferrari hogyan gyorsul, ugye ez nem egy vadonatúj Ferrari, tehát a vadonatúj Ferrari egy nagyon picit jobban gyorsulnak. Most pedig nem másról csinálni, mint ide leülünk, meg fogunk ebédelni, aztán elmegyünk valahol ugye kell venni kenyeret, meg tejet, meg hasonlókat elmegyünk bevásárolni. Elkészültünk, úgyhogy most indítom az autót, bevezzük magunkat. Amúgy nem tudom, látjátok-e vagy nem, de a Lewis itt ül középen. Ugye látod? Ott rettentő nagy a hely, látod? Hello! Úgyhogy induljunk. Úgy innét a garázsból kiállni vele, meg beállni vele, ugye ahogy mondtam, egy kicsit nehéz. Az a szerencse, hogy itt látod, pont elmegy az oszlop előtt. Ezt kiszámítottuk. Megjöttünk, oda beállunk valószínűleg oda szembe a parkolóba. Amúgy reggel nem tudom mondtam-e vagy nem, de ha mennyi 37 fok vagy, azt mondtam 37 vagy 38 fok volt, jelenleg kézzel már csak 33 van, úgyhogy kezd lehűlni a levegő. Azt mondták már ugye 39-40 fok lesz, de szerencsére nem jött be nekik. Ugye 37 is sok volt reggel, még a 33 is, de ki lehet azért azt bírni, de várjál próbálok itt fordulni. Ahogy mondtam, hogy mindig az autó egy kicsit nehéz ugye a forgalászás, mert elég nagy, de már ide befordulunk. A parkolás, ugye ahogy mondtam, ide végére valahol látod, ide beállunk. És ugye az a baj, hosszú az autó. Nem is tudom, hova álljunk. Oda valószínű. Hosszú az autó, kilóg, meg széles is. És a Kia után, meg a Mazda után egy kicsit furcsa. Várjál. Na, szervusz! Látod? Kinyitottuk a hátsó ajtót, és a Davis simán ki tud most csak mászni. Gyere! Jössz hozzám! Látod? Nem kell átmászni az első ülésen mindenen keresztül. Befejeztük a bevásárlást, jelenleg tartunk a szüleim, ez itt megyünk a part mellett, mutatom. Hogyha jobban megnézed, lehet, hogy a kamera annyira nem látni, de sokan vannak itt lenni, inkább sétálgatnak, hogy fürdenek-e itt, vagy nem, azt nem tudom, ugyanis itt végül is nem lehet nagyon fürdeni, de néha bele szoktak menni a vízbe, de már itt a körforgalom, majd utána talán egy kicsit többet lehet látni. Nem jön sehol senki, úgyhogy megyünk át rajta. Látod, ott vannak a lányok, mennek le fürdeni valószínű, hogyha láttad. Innét sok mindent nem lehet látni, várja. Itt látod, ott is kutyával mennek le. Meg sétálgatnak, inkább sétálgatnak az emberek, látod, fürdőruhába. Hozzá érkeztünk, itt vagyunk a szobában, nem mással, mint a Davis-szel, ott van a Lucas-szel. Na mi a helyzet? Semmi. Milyen volt a mamánál, meg a papánál szombat? Jó, tudom nézni, hol film ez a fejhez. Itt. Mi a helyzet? Látod? Nem más csinálok, amíg mind legalábbis ők ugrálnak az ágyon, mert játszanak. Én meg lent hagytam a kamerát, képzeld az autó, hogy legalább értem mennem. Most jöttem fel. Na várjál, itt hagytam, oda néz. Hova mentek? Én bejöttem, ezek meg elmentek. Amit szeretek együtt játszani, itt az ágyon ugrálnak, ugye? Én a Davis-t nem tudok ugrálni az ágyon, mert ha én innét oda felmászok, oda puff, beleugranak az ágyba, ha én oda beleugranánk, itt az egész ágy leszakadna. Amúgy a túlfele, ezt mutatom. Csak a túlfelén, ez látod? El van itt, puff, el van törve. Ugyanis annak idején, mikor a Lucas nem idősebb volt, mint a Davis, ráugrott, vagy én nem tudom mit csinált, ott azon állt és leszakadt. Úgyhogy, na minden, én adtam biztos, hogy leszakadna. Amúgy tudom, mi más szeretnél a Davis csinálni? Oda bemászni, aztán oda elbújni. Ja, vigyázzál, ne, hogy leessél nekem. Vagy tudod, mit kéne venni? Lucas, hol vagy? Ilyen trambulint kéne venni. Tudod, mi az, ami kirakod az udvarra, aztán lehet rajta ugrálni. Van most egy ilyen valami új fajta... Nem ide, mondom, az új házba. Hát nem ide, hova, ki az erkélyre, vagy az új ház, van egy ilyen új fajta. Olyan, mint a régi, csak ezáltal nem tud felborulni, mert a régivel az volt a gond, hogy fel tudott borulni, meg ilyen rugók álltak ki az oldalából, és veszélyes volt, ezen van valami háló körbe, tehát a kisgyerek se tud ugye kiesni rajta. Vigyázzatok ott magatokra! Úgyhogy nem tudom. Amúgy eddig azt hallottam, akárki vett ilyen trambulint a gyerekeknek, használták egyszer, kétszer, háromszor, aztán
kirakták és vagy eladták, mert nagyon sokan eladják. Képzeld el, van nálunk egy ilyen weboldal, és ez a weboldal vannak fent ingyenes dolgok, és sokszor, én meg szoktam nézgetni, és sokszor felraknak ilyen trambulint ingyen elvihetett, csak valaki vigye el, lehet, hogy azért, mert nagy helyet foglal, vagy én nem tudom, vagy lehet, hogy azért, mert nyáron kirakják, és van rajta ez a felmelegszik, ugye ez a fekete, minek hívják, guminak, és felmelegszik, és egy gyerekek, mikor rámennek, lehet, hogy megégetik magukat, vagy én nem tudom. Na minden, az lényeg, hogy van ingyen is végül is, hogyha kell, ez a régebbi fajta, nem az újabbik fajta, amúgy, de ami nem tudom, hogy mennyibe kerül egy ilyen trambulin, biztos, hogy nem olyan olcsó. Szerintem biztos, hogy nem olcsó, úgyhogy ma meglátjuk. Na minden, ugye azt mondja, ezt a mai videót én itt most lassan befejezem, ugyanis semmi érdekeset nem fogunk csinálni, max ide kiülünk, látod, ilyenkor, mikor megy le a nap, kezd egy kicsit hűvösödni, oda szépen ki tudunk ülni, vagy ide, amúgy ide nagyon nem szoktunk kifeküdni. Nagyon-nagyon-nagyon ritkán. Na várjál, így ráléptem a porszívóra, és lehűtjük magunkat. Úgyhogy, mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét, szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzük, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!